Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon köszönöm, hogy befogadtatok a kis kuckótokba ide a férfi barlangba. A diszeli faesztergályosoknál vagyunk Tapolca Diszelben, a Gyulafi utcában. Egy nagyon különleges család, több szempontból is, majd ki fog derülni a beszélgetés folyamán, hogy miért, de aki a képernyőt nézi, az már látja, hogy apa és fia ül itt velem szemben. Szabó János, szeretettel köszöntelek, és Milán. Ti vagytok a diszeli faesztergályosok, a mai mestereket bemutató sorozatunknak a főszereplői. Hát hogyan lettetek ti diszeli faesztergályosok, János? Üdvözlöm én is a nézőket. Hát úgy lettünk faesztergályosok, hogy amúgy is szerettünk a fával foglalkozni mindig, és egyszer volt a Facebookon ilyen megosztogatós játék, és faesztergát lehetett nyerni rajta. Aztán mondtam Milának, hogy próbáljuk meg mi is, hogy hát ha szerencsénk lesz. És kérdezettem, igen, sorsoltak ki. Úgyhogy az első esztergánk a Facebookról került ki, most már 2,5 éve körülbelül, vagy inkább 3, és azóta. És egyébként egy ilyen bütykölős fiú voltál gyerekként is? Nekem a végzettségem asztalos, úgyhogy elég közel áll hozzám a fa, csak jó pár évig nem foglalkoztam vele, mert másfele sodort az élet, úgyhogy körülbelül most 4-5 éve kezdtünk egy fával foglalkozni, és azóta tart így a... És most már 3 éve ugye folyamatosan esztergálunk. Tapolcai srác vagy egyébként? Gyulakeszi. Gyulakeszibe születtem, otthon a szülői házunk. Sokáig laktam Tapolcán, és miután megszülettek a gyerekek, kicsi volt a udvaromnak a háza, és úgy gondoltuk, hogy egy gyereknek kell a hely, és kijöttünk ide Diszelbe lakni. És gondolom, hogy nem volt ez egy rossz választás. Nem volt rossz, mert ugye olyan hatalmas műhelyünk, amit a polcán nem volt, úgyhogy így most nagyon jó nekünk. A család mit szól ehhez a különös hobbihoz? Hát, hála Isten, feleségem nagyon türelmes egy ember. Mindig morgolódik, hogyha fölmegyünk forgácsosan, de próbálunk mindig lefújni magunkat kompresszorral, ilyen sűrített levegővel, hogy ne nagyon vigyük fel a for, de ő mindig talál valamit, úgyhogy hála Isten türelmes velünk. Sokat járunk ki bemutatózni, szívesen eljön velünk, meg ő is nagyon szereti a kézműves termékeket. Amikor mi esztergálunk, ő vásárol. Mondtad, hogy az eredeti szakmád asztalos. Miért választottad ezt, amikor a továbbtanulásra került a sor? Hú, én már nagyon talán ötödikes volt, amikor eldöntöttem, hogy én asztalos akarok lenni. És az unokatestvérem néha szoktam lenni nyaranta így segíteni neki, ő asztalos, és nagyon megtetszett. És akkor innen jött, hogy akkor én is asztalos leszek. Csak sajnos nem helyezkedtem el, most már úgy nagyon bánom, akkor, hogy most lenne most már majdnem 20 év tapasztalatom, így most sokkal kevesebb. De így alakult ki, hogy asztalos leszek. A Veszprémbe jártam a Táncsics Mihályba. Ott az faipari szakközépiskola volt, és ott kaptunk egy ilyen fa megmunkáló képesítést, ami épület, bútor és talán kárpitos. Édesanyád nem féltette, anyukák azért mindig szokták félteni a fiúkat, főleg egy ilyen veszélyesnek gondolt szakmától, hát nem nagyon van asztalos, akinek ne hiányozna egy-egy új perce. Nem tudom, igazából nagyon arra az időkre nem is emlékszem vissza, hogy akkor mi volt, mert szerintem jobban féltett, hogy a diszkóba van, vagy ugye akkor volt a 90-es évek nagy örülete ez a diszkókorszak, úgyhogy jobban féltett szerintem akkor, mint a gépektől. De hála Isten, megvan mind a 10 még, úgyhogy... És akkor megnyertétek a Facebookon az Esterga gépet. Igen. Hát azt hiszem, hogy ez aztán egy lavinát indított el nálatok. Hát elég nagy lavina volt, igen, mert ugye Pesten volt az Esterga, úgyhogy fel kellett menni érte. És felmentem érte, lehoztam, és akkor azóta utána, hogy belejöttünk az esztergálásba, egyre több mindent kellett hozzávenni, csak ugye ez egy ilyen, tényleg ilyen nagyon minimális hobbi eszterga, és ehhez nem voltak jók a kiegészítők, amik már kellett volna nekünk a továbbfejlődéshez, és akkor megvettük ezt a kis picikét, ami most a Minál használ, és ehhez már tudtunk olyan kiegészítőket vásárolni, ami egyre szebb dolgot tudtunk csinálni. És nagyon belemerültünk az esztergálásból, hogy most
nyár végén megvettük a nagyot, amit a hátatok mögött igen. van, és most már nincs lehetetlen. Egyre nagyobb gépek igen. következnek. Ugye az volt a baj, hogy például nagyon sok tálat csinálunk mi, uh-huh. hogy a kis esztergán csak 22 cm átmérőjű tálat tudtunk csinálni. A másikon most tudok csinálni, hogyha kihúzom a szám végére a motort, akkor uh-huh. ilyen 80 centi lesz a sugaram, és akkor elvileg 1,60-ast tudok esztergálni vele. De alapból meg 40 centit, amit kényelmesen el tudok. Úgyhogy ez... Van egy ilyen nagyobb tál, majd meglátjátok. Megnézzük. Milán, amikor megérkezett ez az esztergagép, tudtad te, hogy ez mire való? Nem. Nem tudtad? És az apa elmesélte? Igen. Elmesélt, és aztán megmutatta, gondolom. Igen. És azonnal neki láttál te is? Igen. Nagyon bátor fiú vagy. Mit szóltak hozzá az osztálytársak? Mert gondolom azért erre fény derült hamar az iskolában, hogy neked egy ilyen géped van itthon, és hát ilyen ügyes, bütykülő fiú vagy. Hát nem is tudom. Sokan nem is akarták elhinni igen. különben, hogy mindig azt mondták, hogy ez nem is igaz, és akkor most volt, hogy Kapolcson kimondja az osztálytárs, és akkor tényleg, hogy ez Milán esztergál. Mondhatjuk, hogy a Milán a legfiatalabb esztergályos, fa esztergályos az országban szerintem. Hivatalosan, ugye van egy egyesületünk nekünk, a uh-huh. Magyar Fa Esztergályos Egyesület, és Milán a legfiatalabb tagja neki, igen, a maga 10 évével. Milán, miket tudsz te esztergálni? Bármit, amit az apa is? Igen, csak egyet nem tudunk, ilyen golyót. Golyót? Golyó. Aha, és ez igen. egy nagy álmod neked, hogy végre golyót is meg tud csinálni? Igen. Apa azt mondta, nincs lehetetlen, szerintem nincs. Meg lesz az a golyó is. Igen, golyót azt elég nehéz csinálni. Próbálkoztunk, de nem az igazi, hogy nem gömb. A tojást azt láttam, és igen, szerintem tojás az nagyon igen, szép. A portékáitok között a tojások nagyon szépek. De Milán is tud csinálni kis apró tárgyakat, gombát. Uh-huh. Egy nagyon szép doboz csinált itt. Volt egy ilyen, ugye ez a fajszergályos egyesületnek van mindig egy évben két alkalom ilyen találkozó, és akkor meghirdetnek ilyen pályázatot, hogy mit csináljunk. Uh-huh. És akkor egy fedeles dobozka volt a pályázati mű, és akkor a Milán ebben pályázott, ebben a dobozkával. Nagyon szépen sikerült. Milyen fából van ez? Ez egy bükkfa. Tűzifa. Ott találtuk a tűzifa között. Uh-huh. Csak meggombásodott, és azért vannak benne ezek a spaletták itt. Hát ha már a faanyagoknál tartunk, akkor nagyon különleges faanyagokkal is dolgoztok. Erről mesélj nekünk egy kicsit, hogy hogyan juttok hozzá egyáltalán a faanyaghoz. Ez a dolog legnehezebb része, mert ugye csinálunk sokféle fából. Igazából a fekete dió egyik nagyobb kedvencünk, amit mögöttünk is látható dió. Nagyon szép, nagyon jó, viszont nagyon drága a faanyag. Be lehet szerezni ismerős útján, mármint ugye az esztergályos egyesületben vannak olyan tagok, aki már régebb óta esztergálnak, és halmoztak készleteket, és akkor szoktunk tőlük kapni. Meg ugye ilyenkor, amikor megyünk találkozóra, akkor mindig visznek az emberek magával fát, és akkor cserebe élünk, és akkor a Milánnak a dolga az, hogy az összes fekete fát el kell hozni, és akkor abból vannak a fekete diók, amik Milán leleményességűvel összegyűjtotta azt alatt. Te Milán, és mit szólnak hozzád a nagy felnőtt faesztergályosok ezeken a találkozókon? Rácsodálkoznak? Igen, hogy... Mit mondanak? Elismerik, hogy ügyes vagy? Igen. Hogyha valakinek esetleg otthon van egy elfekvő fája, vagy egy éppen kipusztuló, vagy már kipusztult, akár gyümölcsfa is, akkor mondjuk keresed benneteket, hogy esetleg fölajánlja? Vagy legalább egy részét, egy darabját? Azt tudjátok használni? Igen, minden fát elfogadunk, amit így kapunk. Viszont ugye múltkor kaptunk, talán tavasszal kaptunk egy megyfát, igaz, Milán a papától. Igen. Egy ilyen 50-60 éves megyfa volt, és kívülről egészségesnek látszott, de miután kivágtuk, az összes a törzsén befelül tiszta korhat volt, úgyhogy nagyon nehéz az ilyen gyümölcsfákat, úgymond
jókat találni. Uh-huh. De jó anyaghoz akkor úgy jutsz hozzá, hogyha megveszed. Igen, az a biztos. Most van egy forrásom. Uh-huh. Elvileg majd csütörtökön hozzák, uh-huh. és az szuper lesz. Semmi. Nem akarom megmondani, vagy titok. Meglepetés, de 7-8 fajta fafaj és száraz. Uh-huh. És akkor egy csütörtökön karácsony lesz. Igen. Csak nem lesznek becsomagolva, ez lesz a gond, de szerintem egész nap válogatni fogunk, úgyhogy teljesen jó. Hát ahogy így belegondolok, és körülnézek itt a műhelybe, akkor ezért nem mondhatom, hogy ez egy olcsó hobbi. Sok mindent kell feláldozni azért, hogy ti ezt tudjátok csinálni. Igen, nem olcsó. Ugye vannak ezek a befogók, amit láttak az Esztergán, uh-huh. úgynevezett tokmányok. Ez elengedhetetlen, ha talált akarsz csinálni, és megközelítőleg ilyen 40 ezer forinttól fölfele lehet venni. Uh-huh. Lehet hozzá venni gyári késeket, az olyan 20 ezer forinttól kezdődik, de most múltkor elkezdtünk csinálgatni. Vettünk mi is gyors acél hengereket, és megpróbáltuk megcsinálni, és azt mondom, hogy csak fel kell lógoznom, és szerintem tuti jó. Van az is olyan. Van, jó. Jó, igen. Ugye, egy késnek az élettartama az mennyi körülbelül? Meddig tudjátok használni? Szerintem sokáig elég, mert ugye nagyon kis réteget kell csak leköszönni róla, úgyhogy ott mögötted látod, uh-huh. és ott vannak a kések. 16 centi áll ki a nyeléből, és amire az elkopik, szerintem ilyen... Uh-huh. Sokáig lehet akkor használni. Igen. Szerintem a Milán is tudja majd használni őket, meg az jó a gyereke is, hogyha úgy van. Én emlékszem rá, hogy gyerekkoromban ismertem én több olyan bácsit, akik hát nagyon szerették ezt a faesztergályos dolgot, és hát a garázsokba jutottam, ott azért előfordult. Ma ez most már, én azt gondolom, hogy nem egy olyan gyakori dolog, mint régen volt, és a háztartásukban sem nagyon lehet látni olyan dísztárgyakat, amik mondjuk ilyen műhelyekből származnak. Jön ennek vissza a divatja? Ti azért ezt jobban látjátok. Hát az Egyesületnek is az a célja, hogy ezt a kihalt szakmát, vagy igen, ez már kihalt, mert középiskolában nem oktatják egyáltalán, mm-hmm. úgyhogy ezt szeretnénk megismertetni az emberekkel, ez az egyik legfőbb célunk, hogy mindenki ez eljusson, mert ha az ember meghallja, hogy esztergályos, akkor az itt eszébe, hogy vésőnyél, ágyláb, igen. vagy mit tudom én, valamilyen, és akkor mögöttem látod, lehet ezeket nagyon is. Nagyon sok mindent lehet. Mindent így. Lehet csinálni, igen, esztergával, úgyhogy hogy ezért járunk mi is így vásárokba, hogy hívnak minket, és ilyen beutató esztergálást csinálunk. Úgyhogy szeretik az emberek, megnézik, meg azt vettem észre, hogy leköti őket nagyon. Uh-huh. Most például voltunk Kapolcson, és ott álltak órákon keresztül, és nézték, hogy készül. De egy felnőtt emberek így vigyázva, és így nézték. Hát az egy csoda, amikor egy darab fából megszületik egy tulipán, vagy egy gomba, vagy bármi, egy gyönyörű tál. És hát itt is különféle technikák vannak, amiket ti most már tényleg mester szinten alkalmaztok, az a fekete diótán is mögött, tehát az nem egy egyszerűen megesztergált fadarab. Igen, ez a diótálat úgymond ilyen szegmensekből ragasztottam össze. Ez a felső gyűrű, ez, ha jól tudom, 18 ilyen kis szeletből áll. Ezt szögbe kellett vágni őket, és úgy összeragasztani, és akkor ráragasztani az aljára, és akkor az egyszerre megesztergálni. De még az egy egyszerűbb tál, majd ha esetleg egyszer eljöttök ti is Fehérvárra a találkozóra, ott az lehet csodálkozni, hogy milyen ügyes emberek vannak. És amikor megesztergáltad, összeragasztottad, akkor még mindig nincsen vége, mert nyilván utómunka is kell hozzá, hogy aztán ezt használhassuk is akár a konyhában is. Igen. Alaposan megcsiszoljuk mi, nagyon figyelünk, hogy tényleg, hogy a vésőnek a nyomai ne látszódjanak, mert szerintem akkor lesz az igazi. És lekezeljük őket olajjal, nagyon szeretjük használni a parafin olajat. Ez egy ilyen természetes olaj, ezt nyugodtan meg is lehetne inni, mert olyan, mint az étolaj. Uh-huh. Ugye használják a borászok is, igen. Lefolytani a mustot, vagy a bort, nem is tudom pontosan, hogy... Úgyhogy ebben szoktuk lekezelni a tájainkat, és akkor nyugodtan lehet bele enni, porrakból lehet inni. Szoktunk csinálni pálinkás kupicákat, mint például itt hátul,
csak múltkor kipróbáltuk, csak gyorsan kell belőle, nem szabad beszélgetni, mert a fa megissza. Úgyhogy gyorsan kell belőle. Vannak trükkök. Igen. Mi is megtapasztaltuk, hogy egy 10 perc beszélgetés után a fele hiányzott a pálinkának belőle. Milán, te mit szeretsz legjobban készíteni? Gombákat, azokat nagyon szeretek. Abba vagy mester a gombákban. Hát most itt van az ősz, divatja van a gombáknak, úgyhogy szerintem nyugodtan csinálhatsz sokat, mert van keletje, én azt gondolom, egy gyönyörű dísztárgynak is egyébként, láttam már a Facebook oldalatokon is, mert hogy igen, aktívak vagytok ezeken az oldalokon, akár a videó megosztóra gondolok, akár a közösségi oldalra. Igen, úgy jött az ötlet, hogy ugye elkezdtem egyre több tárgyat csinálni, és feltöltöttem a saját oldalon, de valaki rám írt, hogy ne töltsek már ilyen fel, mert minden nap, mert ugye mindig látják azt, onnan jött az ötlet, akkor csinálok egy oldalt, és akkor mi legyen a neve. És akkor Milánnak itt látok, hogy mi leszünk a diszelifa esztergályosok, és akkor megszületett az oldal, és akkor minden, szinte heti egy biztos fenn van, de valamikor naponta többet is fölteszünk. És most elindultunk a hogyan készült rovatunkat. Most már 4 részt leforgattunk mi is, feltettük, és úgy nézem, hogy eléggé szeretik, mert elég nagyon nézettsége neki. Úgyhogy az oldalunkat ilyen 1300-an lájkolták, és ilyen 600-an meg is nézték a videóklipeket. Úgyhogy szerintem teljesen jó. Akkor mondhatjuk, hogy érdekli az embereket, hogyha valaki esetleg személyesen tapasztalná, meg ő is eljöhet hozzátok ide a műhelybe körülnézni? Hogy hogy csináljátok? Vagy érdemesebb inkább a vásárokat, bemutatókat figyelni? Van rá lehetőség, egyeztetni kell időpontot. Mindig itt len vagyunk szinte, úgyhogy bejön és meg tudja nézni bárki. Nagyon szívesen mondhatjuk neki. És mi van akkor, hogyha megérkezik egy ilyen kisfiú, mint a Milán, aki azt mondja, hogy hát ez engem nagyon érdekel, szeretném tőletek megtanulni. Lehet? Milán, átadnád a fogásokat, a tudásodat? Igen. Megmutatnád, hogy hogyan kell? Igen? Apa? Van lehetőség tanulni tőletek? Még ez nem, igazából nem gondolkodtunk, de múltkor is volt egy gyerekcsoport nálunk, egy tanárnő vezetésével, és ők kipróbálták. Nagyon tetszett nekik. Csak igazából nagyon nagy türelem kell ehhez, meg ugye nem veszélytelen gépek, úgyhogy mindegyiknek fogtam a kezét, és vezettük ugye a vésőt. így megmerem, de úgyhogy egyedül úgy nem. Még nem. Milánt is néha féltem, de a találkozókon mindig megjutnotnak, hogy még azt mondják, hogy ennek a gyereknek jól áll a kezébe a vésőt. Volt kitől örökölni akkor ezt a dolgot. Milán, milyen védőfelszerelésben dolgozol? Szemüvegben. De az mindenképpen kell, mert hogy a forgács? Igen. Amikor csiszolunk, akkor néha maszkba, de abban nem szeretek lenni, mert... Nehéz levegőt venni. Igen. Azért tényleg nem egy veszélytelen dolog ez. Nem. Végülis az ember, ha jól fogja a vésőt meg, hogy tudja, hogy mire kell figyelni, akkor a baj nem lehet, főleg a kisgépen, mert ez egy kisebb gép. Ha becsipné a pulcsiját, a tokmány, megáll, mert ugye ez gyenge. A másik gépen már más helyzet, mert az egy erősebb gép, de aki szeretne megtanulni, annak egy ilyen kis hobbi gép, ez mindenre jó. Mi kell ahhoz, hogy valaki nagyon jó faesztergályos legyen? Hát még én sem vagyok jó esztergályos. Azt hiszem, nekem is van mit tanulnom még, de rengeteg gyakorlás, avval lehet ezt is tovább fejleszteni. Meg kitartás. A kitartás, de szerintem, ha valaki szereti a fát, akkor annak egy ilyen, múltkor kaptunk például egy szelíd gesztenyefát, és elkezdtük esztergálni a Milánnal, hogy olyan illata van, és hihetetlen. Ha ilyen illatokat mióta esztergálunk, én sose éreztem, hogy minden fának más és más illata van, és ez annyira jó, hogy el nem lehet elmondani, milyen jó. Mert mesél a fa. Mindent, igen. Fú, nagyon. Én imádom. Házi asszonyok mennyire szeretik a portékáitokat, mert hogy lehet vásárolni is tőletek? Igen, lehet vásárolni tőlünk. De azt meg nem. Bár vannak olyanok, igen. Amik a szívetekhez nőttek. Igen, hogy nem csináltuk sokat. El is adjuk, igen, de amit
ajánlik azunk a lányoknak, azt mondják, hogy azt ne adjuk el. De múltkor például itt voltunk a diszelbe, jöttünk ki, és itt kérdezték meg, hogy az a tár, az kell, mondtam nekik, nem eradó, de nekem kell, mondom, akkor mondjál rá egy olyan állat, hogy oda adjam neked. És akkor mondta, hogy ennyire, mondom, ilyet. Nem gondolom magam. Hát van keletje, van keletje. Milyen céljaitok vannak? Mit szeretnétek elérni? Igazából most a Milánnal azon beszéltük, hogy ezt a videoblogot kéne egy kicsit fejlesztenünk, mert akitől vettük a gépet, annak a, úgymond az osztrák cég tulajdonosa, az talán be lehetne puhítani egy kis támogatásba, mert ő is nagyon szeret esztergálni, és most írni fogok neki egy levelet, hogy mit szólna hozzá, hogyha reklámoznánk a cégét, ilyen kis demo videókat csinálnak esztergálásról, és hát a... És akkor cserébe? Cserébe meg esetleg, ha kaphatnánk valami eszközöket, vagy tesztelni valamit, akkor azt mi nagyon szívesen megcsináljuk. Jó gondolat. Aztán hát, ha nem tudom. És akkor így el lehet jutni a gombától egészen a nagy tárgyakig is. Igen. Vagy akár a bútorokig is. Igen, meg célunk az, hogy legyen legalább 500 ezer követőnk, és fizessen a YouTube is érte valamit. Mennyit vagytok itt lent a műhelyben egyébként? Hát hétköznap, ha nincs a Milánnak leckéje, akkor megjön 4-kor, akkor már 5-re itt le vagyunk, és akkor ilyen 7-ig, hétvégén meg egész nap. És a lányok ehhez mit szólnak? A család többi része. Elviselik. De hát ha ők is, ha szeretnek venni, akkor persze abba adjuk a munkát, lefújjuk, aztán megyünk velük, de ahogy megjöttünk, jövünk vissza, és akkor folytatjuk előről. Hát akkor ez egy igazi szenvedély. Az lett, igen. Nagyon szenvedély lett.